megújult a vizes blokka Dérinében, börtönprojekt Kumadarason. Tudnivalók a szép kártyáról. Épül a Bereti gyümölcsfeldolgozó. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. március 20-án 18 óra 5 perckor. 2017 végén, 2018 elején újult meg a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárban a vizes blokk. A részletekről Szepesi Tibort, az intézmény vezetőjét kérdeztük. A Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárban is folyamatos a fejlődés, a megújulás. Most egy picit belülre került a fókusz, mert a vizes blokkok kerültek teljes körű felújításra 2017 végétől kezdve. Mind a három szinten a nagyközönséget kiszolgáló vizes blokki részek megújultak. Itt a kulturális központban is ugye folyamatos a fejlődés, a külső megújulás után most egy picit belülre került a fókusz, a vizes blokkok kerültek teljes egészében felújításra 2017 végén, 2018 elején. Mind a három szinten a nagyközönség kiszolgálását szolgáló vizes blokki részek megújultak. Az intézményvezető szólt a további célokról, tervekről, elképzelésekről is. Aki járt már a városban, találkozhatott is a nagy táblával. A Városháza és a Dériné energetikai felújítása fog megkezdődni a napokban, amely elsősorban a fűtésrendszereket és az ablakoknak a további megújulását, javítását fogja jelenteni. Guba Lászlót, Kumadaras település polgármesterét kérdeztük arról, hogy hogyan áll a börtön kivitelezése és milyen egyéb további célok, tervek vannak a régi laktanya épületekkel. A Büntetés Végrehajtási Intézetre 2015-ben írta ki pályázatot a férőhelyek bővítését illetően. Mintegy 8 település nyert meg ilyen pályázatot, hogy majd építhet ilyen létesítményt. A közbeszerzés elindítását követően a műszaki tartalom, illetve a helyszín bevizsgálása után változtak a feltételek. 8 település nyert el ilyen lehetőséget, hogy majd építenek. Elindult a közbeszerzés, itt a műszaki tartalmat kibontották, azon kívül, hogy ugye levizsgálták a helyszíneket, és rá kellett jönniük arra, hogy az elvárt ár, tehát az úgynevezett ajánlati ár, amit várnak, ez egy kicsit alacsony ahhoz képest, mint amit a kivitelezők adnak. És első körben azonnal kénytelenek voltak érvénytelenné nyilvánítani ezeket a pályázatokat, hiszen több mint 20%-kal eltért az ajánlati ár. Na most ez törvényileg le van írva, tehát ennek bárki utána nézhet. Tehát most, ha szeretnénk arra felhasználni ezeket a beruházásokat, hogy valaki zavart akar kelteni, azokra is jó lehet. Na most olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért mi rendelkezünk információval. Tehát a Büntetés Végrehajtási Intézet Lajtár tábornok úr személyében, ő a kapcsolattartó, tehát ő azért tájékoztat bennünket. Február 9-én kaptunk egy levelet, egy tájékoztatót, hogy változatlanok a büntetés végrehajtási parancsnokságnak ugye a programja ezzel kapcsolatban. Tehát nem tett le a férőhely bővítésről. Viszont arról tájékoztatott, hogy második körben kiírt közbeszerzési eljárás eredményes volt, de érvénytelennek kellett nyilvánítani, hiszen közel 5 milliárd forintban tért el az ajánlati ár. Na most azért itt el kell gondolkoznunk azon, hogy tehát ha csak egy kicsit józan parasztésszel gondolkozunk, hogy most már ugye a Magyarország nem hitelekből él. Tehát ugye az adófizetők pénzéből él, és azért egy ekkora összegnél, én úgy gondolom, hogy itt egy kormányzati döntés kell ahhoz, hogy döntsenek, hogy tehát a kumadarasi épülendő börtönberuházással kapcsolatban 5 milliárd forinttal kipótolják. Tehát napi renden van továbbra is, de én úgy gondolom, hogy ez már az új összetételi kormány feladata lesz. A polgármester a továbbiakban a régi laktanya épületének hasznos felhasználásáról ejtett szót.
A legfontosabb tervünk az lenne, hogy ezeket a területeket közművesítjük. Benne is van egy topos pályázatunk, 300 millió forintot nyertünk a közművesítésre. Villanyt oda kell vinnünk, a vizet, a gázt, a szennyvizet. A szennyvíz az oda volt vezetve, de mivel önálló közművekkel rendelkezett a laktanya, így ugye ezt használták, ahogy kivonultak, ez tönkrement. Na most mi egy másfajta hasznosításba gondolkoztunk, egy részén ipari parkot akarunk kialakítani, a másik részét mezőgazdasági művelés alá vontuk. Jelenleg az önkormányzatnak a közmunkaprogram keretén belül van 800 darab birkája, és ugye tojótyúkokra is pályáztunk, tehát 500 darab őshonos tyúkot is tartunk, ezekből kis csibéket keltetünk, mentoráljuk, lakossághoz helyezzük ki, és akkor ugye így támogatjuk a lakosságot, hogy visszavezessük a munkavilágába. Na most maguk az épületek jelenleg nincsenek olyan állapotban, hogy ezt bármire lehetne használni, mi amit felújítunk, azokat jószágtartásra használjuk. Viszont itt szeretném megjegyezni, hogy napokban szányra keltek olyan hírek, hogy amennyiben változások lesznek, migránsokat telepítenének be a üresen álló laktanyába. Hát itt kumadaras lakossága kézzel-lábbal fog tiltakozni ez ellen. Hozni is fogunk egy testületi határozatot, én úgy gondolom, hogy elítéljük, mert ez tényleg csak arra jó, hogy megzavarják a közrendet, megzavarják a nyugalmat. Tehát itt, ha kell, akkor sztrájkolni is fogunk, hiszen így kaptuk meg a laktanyát is, tehát ugye az előző vezetés az jelezte, hogy szeretné, hogyha saját tulajdonába kerülne, és szerencsés együttállásnak köszönhetően megkaptuk. Ez a saját tulajdonunkban van, tehát önkormányzati tulajdon. Én tisztában vagyok vele, hogy maga az állam dönthet úgy, hogy ezeket elveszi és hasznosítani fogja, de én úgy gondolom, hogy ehhez nem fogunk hozzájárulni. Beregfürdőben jártunk utána annak, hogy milyen fontos tudnivalók vannak a szépkártyával kapcsolatban. Beregfürdőben az egyik neves hotelben jártunk, ahol megtudtuk, hogy milyen fontos információ birtokában kell legyünk, ha rendelkezünk szépkártyával. A szépkártya és szépkártya között lényegi különbség nincsen, tehát aki érvényes Széchenyi pihenőkártyával rendelkezik, ő azt hiszem, hogy mind a három alszámlájáról itt tudunk arról gondoskodni, hogy felhasználásra kerülhessen az összeg. Alszámlától függően van ugye szállásra elkülönített összeg, abból nyilván tudja fedezni a szállás költségeit, a vendéglátás alszámláról az éttermi fogyasztását, illetve van egy szabadidő alszámla is, amelyről az összeg felhasználásra kerülhet rekreációra, nálunk például a fizikoterápiás kezeléseket lehet igénybe venni és erről téríteni. A kártya felhasználásának határideje május 31. Addig mindenképpen igénybe kell venni a kártya adta lehetőségeket. 60 nappal a lejárati idő előtt a bankok fel is veszik egyébként a kapcsolatot a kártyatulajdonosokkal és informálják őket erről. Nyilván valakinek ez majd csak március-áprilisban jut eszébe, és akkor nyilván férőhelytől függően meg tudjuk oldani az elszállásolást, és megoldásra szokott ez egyébként kerülni. A határidő betartásán kívül mindenképpen fontosnak tartanám megemlíteni, hogy úgy lenne célszerű elindulni, üdülni, hogy a kártyabirtokos tudjon arról, hogy az egyenlege milyen értékben szerepel a bizonyos alszámlákon, mert hogy itt mi azt helyszínen nem tudjuk lekérdezni. Beregfürdőben épül a gyümölcsfeldolgozó és konzerváló üzem, ahol a közmunkaprogramból kiemelve legalább 5 fő foglalkoztatása a cél. Molnár János Beregfürdő polgármestere beszélt híradónknak a gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatos további tervekről is. Évekkel ezelőtt a Start mintaprogram keretében indult el itt Beregfürdőben is a zöldség-gyümölcs termesztés 7 hektáron, illetve egy 5 fővel dolgozó térkőgyártó kisrészleg. Beregfürdő életében ez is egy nagyon fontos állomás, ami jó néhány évvel ezelőtt elindult országosan Start munka mintaprogram. Azon belül Beregfürdőn 2 dolgot kezdtek el készíteni, 2 dologban pályáztak, pályázott Beregfürdő akkori önkormányzata, testülete. Az egyik a zöldség-gyümölcs termesztés, amit 7 hektáron készítenek, és több fólia sátrunk is van. A másik pedig egy 5 fővel működő térkőgyártó kis részleg. A
zöldségtermesztésnél, tehát a kertészetnél, ott először szabadon, tehát a szabadban termelt dolgokkal kezdtek foglalkozni, illetve elég hamar épült fóliasátor, amit folyamatosan bővítettünk. Most a tél folyamán megépült a harmadik fóliasátrunk is, ami sokat segít abban, hogy az időjárás viszontagságait azt kicsit simítja. Hamarabb el lehet kezdeni, illetve tovább is lehet termelni dolgokat. Illetve amit nagyon jól csinálnak itt helyben, hogy magukról palántákat nevelnek, a palántákat hamarabb ki lehet ültetni, ezt gyakorlatilag a téli időszakban is tudják csinálni. Fóliasátornál nagyon nagy előnyünk az, hogy itt a melegvíznek egy részét fel tudjuk használni ennek a fűtésénél. Tehát azt nem csak a medencék gyógyvízellátására tudjuk használni, hanem egy kisebbik részét a fóliasátrak fűtéséhez is. Ennek a melegvíznek a hőjét erre is tudjuk használni. Ez költségmegtakarítás szempontjából nagyon sokat jelent. Molnár János, a település polgármestere a tervekről beszélt televíziónknak. Nagyon sokat jelenten a gazdaságosságban az, hogyha ezeket az itt megtermelt dolgokat fel tudnánk dolgozni. Konzerválni lehetne ezeket, tartósítani valamilyen formában. Ez régóta terve a helyieknek, az önkormányzatnak. Egyrészt azért, hogy akkor nem csak amit hirtelen megtermett, azt felszedni, vagy leszüretelni, azt egy-két hétenből általában el kell adni. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket tartósabban el lehet tenni, konzerválás nélkül is, akár a gyökérféléket, vagy a krumplit, vagy ilyesmit. De azért a legtöbb dolgot egy-két héten belül fel kell dolgozni. Nincs mindig annyi igény arra, hogy olyan gyorsan megenni olyan nagy mennyiségeket. Ezért nagyon sokat segítene az, hogyha ezt fel tudjuk dolgozni és konzerválni. Tavaly volt egy olyan lehetőség a belügyminisztériumi pályázaton belül, hogy kis konzerv üzemeket, manufaktúrákat, vagy kis üzemek létrehozását támogatja a belügyminisztérium. Ebben mi is pályáztunk, és nyertünk ezen a pályázaton. 100%-os belügyminisztériumi támogatással készül, amit a hátam mögött látszik egy része, az új épület építés, az már ehhez tartozik. Illetve ezek a földmunkák, a kinti közművesítésnek a munkálatai látszanak most. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hiszen itt a zöldségeket, a helyben megtermelt zöldségeket, azokat mindet fel tudjuk dolgozni, egy jelentős részét fel tudjuk dolgozni, viszont aki kicsit is ért ezekhez, az tudja, hogy 7 hektár azért nincs akkora mennyiség, nem lehet annyi mennyiséget megtermelni, hogy egész évre egy ilyen kis üzemet ellásson. Tehát az mindenképpen tervünk, hogy a környékről, a közelből felvásárolunk ugyancsak zöldségeket, gyümölcsöket. Ezekre már vannak szándéknyilatkozatok, kötöttünk ilyeneket még a pályázat beadása időszakában. Úgyhogy az a reménységünk, hogy ez jól fog működni. A polgármester szót ejtett arról is, hogy az épülő gyümölcsfeldolgozóban legalább 5 főt szeretnének munkába állítani, a közmunkaprogramból kiemelve őket. Itt a kötelezettségünk az, hogy legalább 5 embert kell foglalkoztatni, akik, az fontos még a foglalkoztatásnál, hogy közmunkaprogramból kell átemelnünk ezeket az embereket, de itt már támogatást nem kapunk a foglalkoztatásra, tehát az üzemnek ki kell termelnie az ő bérüket, és ez már rendes foglalkoztatást jelent, tehát nem a támogatott, nincs rá támogatás, hanem rendes munkabérrel kell őket foglalkoztatni. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!